Megtartották a Kovács Mesterség és a nemezelés fogásait bemutató táborokat a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. A lehetőséggel, hogy elsajátítsák az ősök által örökül hagyott tudást, idén is többen éltek. A kétféle program szervezői régi hagyományt folytattak. A résztvevőknek szakavatott mesterek adtak gyakorlatban is hasznosítható tudást. Olyan készítmények elkészítését tudják biztosítani, amelyek akár hordhatók a nemezelők tekintetébe, ők például egy mellényt készítettek, tehát a viselet felé orientálódott ez a mostani tábor. A kovácsok pedig úgy érkeztek ide, hogy mindenkinek volt egy elképzelése, hogy mi az, amit szeretne elkészíteni, és a mesterek abban segítenek, hogy ezeket a dolgokat ők megtanulják elkészíteni lépésről lépésre. Hát én 3 éve már jártam itt egyszer. Ugye lakatos a szakmám, régóta érdekelt volna ez a kézikovácsolás, de amikor egy olyan 10 évvel ezelőtt egyszer utána mentem, hogy na, akkor hogy lehetne ilyet tanulni, hát akkor ott nem nagyon találtam lehetőséget, mert olyan pénzekért tanítottak, hogy mondtam, hogy sose leszek én kézikovács. Aztán hallottam egy barátomtól erről a táborról, és akkor eljöttem ugye 3 éve, most meg megint. Nyilván ez nem arról szól, hogy itt az ember most 2 vagy 1 hét alatt megtanulja a szakma csinyát, bínyát, de ilyen kis hobbinak, meg hogy így kicsit bele kóstoljunk, meg az alapokat megtanuljuk, arra jó. A Kovács műhely mellett az alkotóházban is javában folyt a munka. A jelentkezők erre a képzésre ugyancsak komoly alapokkal érkeztek. Ezek a hallgatók már túl vannak egy 60 órás tanfolyamon, illetve többször visszahívtak már különböző tárgyakat megtanulni, nemes tárgyakat, úgyhogy most ilyen kicsit ilyen modernebb vizekre elvesztünk, és olyan technikákat próbálok nekik megtanítani, amik a hagyományos nemes készítésben még nem voltak ismertek, viszont egy mai ruhadarabnál, vagy mai tárgynál nagyon érdekes felületeket adhatnak, vagy újszerű technikai megoldásokat, most ebben próbálunk így elmélyedni. Ezek a tevékenységek ma újra reneszánszukat élik. Sokan felismerik a tárgyalkotás örömét, melynek következtében ezután már hobbiként tekintenek ezekre az elfoglaltságokra.